Sok szeretettel köszöntök mindenkit, hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai ébdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesztek olyat, ami szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik. Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyeret, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd hozzátette, az ember fia, ura a szombatnak is. Eddig szól a mai evangéliumi történet, amelyben Jézus újra farizeusokkal keveredik vitás helyzetbe, és a téma újra a törvény betartása, amihez a farizeusok ragaszkodtak. Zsidó valláson belül több mint 600 törvény volt, amelyek egészen részletekig menően meghatározták az akkori embernek az életét. És hogyha való, valaki valóban be szerette volna tartani ezt a törvényt, akkor nagyon nehéz dolga volt. Nagyon nehéz volt minden egyes rendelkezést és szabályt betartani. És a leginkább leszabályozott nap, a zsidók szent napja a szombat volt. Nagyon kevés dolog az, amit szabadott csinálni, teljesen tilos volt bármiféle munkavégzés, és ezért kérte, kérték számon a farizeusok Jézust, hogy az ő tanítványai szombaton miért kezdik el tépdesni a kalászokat, és a kezükkel morzsolgatva miért kezdték el eszegetni hiszen ez a törvény szerint teljesen tilos volt. Viszont Jézus egy nagyon frappáns választat, hiszen egy jó szövetségi történetet hoz fel, Dávid királynak, a zsidók nagy királyának a történetét, aki még életének kezdeti szakaszában, amikor egy csapat emberrel nem talált hosszú napokig élelmet, akkor arra vetemedett, hogy a szent kenyeret, amelyek az Istennek a házában voltak, és a törvény úgy tartotta, hogy az a papoknak van fölajánlva, és ezért csak a papok ehettek belőle, megszentelt kenyerek voltak ezek. Viszont Dávid király látta azt, hogy itt ebben a helyzetben felül kell írni a törvényt, hiszen hogyha ezt nem teszi meg, akkor ő és az emberei valószínűleg éhen haltak volna. És ezért a törvényt kellett bontani az életnek a javára, és Dávid király evett a kenyerekből. És Jézus azért mondja azt, hogy az emberfia ura a szombatnak, az emberfia ura a törvénynek, hiszen nagyon sok esetben úgy gondolják az emberek, hogy a törvény betartása a legfontosabb a valláson belül, és hogyha az pontról pontra betartják, akkor azzal igazából meg is élik a vallásos hitüket. Viszont Jézus ezzel azt mondja, hogy a törvény mindig az életet kell, hogy szolgálja. Mindig az élettel teli dolgok javára kell dönteni, még ha azok ellentétesek is a törvényjel. Hiszen Isten az életnek a barátja, és az életnek a szolgálatába kell, hogy álljon az ember. Erre hívja őt az Isten, hogy mindig az élő dolgokat keresse, mindig az élettel teli dolgokat keresse és ez még a törvény felett is állhat, Jézusnak a tanítása szerint, hiszen az emberfia ura a szombatnak is.